Üdvözlet mindenkinek, 2023. május 1 van itt az infobubble.hu weboldalon, ez az új világrend hírek, és ezúttal egy érdekes új adónemről lesz szó, ennek a közeljövőre gyakorolt hatásáról, és arról, hogy mi is az oka annak, hogy egyre több és több ilyesfajta adóval találkozunk. Mielőtt neki megyünk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Akkor arról beszélek, hogy Magyarországon jobb élni vagy egyszerűbb, mint nyugaton, akkor nem azt mondom, hogy ez egy tökéletes társadalom, mert azért távol van attól, hogy tökéletes legyen. Különösen úgy, hogy most már látom, hogy mi is szépen lassan haladunk ugyanabba az irányba, csak esetleg le vagyunk maradva néhány lépéssel, azonban ezt roham léptekben utol fogjuk érni, majd, hogyha eljön az ideje. Most egyelőre még relatív szabadságot élvezünk ahhoz képest, Ahogyan történnek az események, különösen a fejlettebb idézőjelbe, fejlettebb nyugati országokban, ott is inkább a társadalmi átalakulásra gondolok, de ez mindenképpen aggasztó azoknak, akik szeretnének a jövőben valamelyest önállósodni vagy függetlenedni a rendszertől, ez egyre nehezebb lesz. A portfóliónak a cikke, és arról írnak, hogy magyarok tömegeit sújthatja az EU új intézkedése. Április 13-ai, ez már készülök rá egy ideje, hogy bemutassam, csak még nem jutottam el idáig, de most itt a lehetőség. Az EU friss szabályai alapján néhány év múlva a magyarországi háztartásokat is légszennyezési adóval sújtják, a Cambridge Econometric szerint, írja a népszava, növekvő terheket az EU támogatásokkal enyhíteni, de ezek a Brüsszel és Budapest közti politikai viták miatt nem elérhetők. Magyarországon problémát jelent a rossz állapotú épületállomány, a nem megfelelő szigetelés, az elavult fűtés, és a magyar háztartások energiafelhasználásukból fűtésre, hűtésre 64%-os uniós átlagnál jóval többet nagyjából 72-74%-ot fordítanak. Lefordítva magyarra, az azt jelenti, hogy a háromnegyedét az energiafelhasználásunknak a fűtés, illetve a hűtés teszi ki, ami Elég bizarrul hangzik. Nehezíti a megoldást az, hogy az épületekben élő alacsony jövedelmű emberek nagy része nem tudja kifizetni a lakásfelújítást, ami azonban nagyobb megtakarítást tudna hozni. Mindenhol legalábbis én látom, hogy hogyan is szeretnék elérni azt, hogy az emberek együttműködjenek. Meggyőznek minket, legalábbis a többséget arról, hogy a környezetvédelem az valamiféle vallás kell, hogy legyen most már és a tudatlan tömegek azok csak mennek ezzel a narratívával, elfogadva mindent, amit hallanak, de hogyha nem tudják az emberek korszerűsíteni, lényegében semmit nem tudunk már lassan fizetni, olyan nagy az infláció, és a bérek nem tudják tartani a lépést, ezt majd még súlyosbítani fogják a hiányok, amikből már tapasztaltunk valamennyit a közelmúltban, de hogyha nem fogunk tudni fizetni ezeket a dolgokért, akkor egyszerűen csak az állam azt fogja mondani, hogy nem probléma, majd mi ezt megoldjuk helyettetek ez is ez is ez a feltétele annak, akit érdekel, szóval várjuk akit nem annak, hogy Az EU a széndiokszid kibocsátás kereskedelmi rendszert a jövőben kiterjeszti a lakóépületekre is, amelynek értelmében a háztartásokat az általuk kibocsátott széndiokszid mértékéig megadóztatnák a cél eléréséig. Azt gondolja valaki, hogy a Bibliában látható vagy tapasztalható Szolgaság az valamiféle visszamaradott vagy ősi dolog, akkor majd csak figyeljen, hogy mi az, ami következik a közeljövőben a szekuláris oldalról. Most már meg fogják adóztatni a kibocsátott széndiokszidot, és hogy fogják ezt mérni egyébként vidéken? Mert fognak jönni, megnézni a kih hát, hogy mennyi széndiokszid, mindenhol szerelnek egy mérőkét. Ezt nem lehet megcsinálni csak a városokban, ezért mindenki gyűjtenek be a városba, hogy mindent ellenőrizni tudjanak, és fognak is. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuautja.hu weboldalon ez elérhető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az infobubble illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.